Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Helyi cég itt Gyöngyösön az újrahasznosításért mit tehet? Ezt a felkérést kaptuk, amit nagyon hálásan köszönünk. A nevem Aradi Mária, és az Almavirág Összefogás Értékteremtő Kereskedelmi Szociális Szövetkezet alapítója vagyok. A mi tevékenységünk transzparens cége a Kincses Barlang Szociális Adományboltok, talán azt ismerik a legtöbben, de maga a szövetkezet az több fronton működik, amiről mindenféleképpen beszélni szeretnék. Az egyik viszont, ami mozgat és ami nem hagy nyugodni, az az, hogy vajon kinek beszélek én, aki igazán ott van és tesz az újrahasznosításért, tesz a környezetvédelemért, annak azt gondolom, hogy ebbe a kis bő 10 percben nem igazán fogok tudni hasznos, igazi segítséget adni, aki viszont nem indult el ezen az úton még. Kíváncsi lesz egyáltalán arra, amit mondok? Nem tudom. Szeretném, hogyha praktikus gondolataink és az a példa, amivel a kollégáimmal együtt dolgozunk, talán ragadós lehetne, és ha egy-egy mondat mégiscsak eljut valakinek a szokásrendszerébe, akkor nem mondtunk hiába a stábbal, akiknek nagyon szépen köszönöm a munkáját, nem dolgoztunk hiába. Cégünk az Almavirág Összefogás Értékteremtő Kereskedelmi Szociális Szövetkezet, egy ernyő szervezet, az A betű ezt jelképezi, értékteremtő különböző szociális és nem szociális feladatok és tevékenységek fölött ernyő szervezetként működik. Az A betű egyik lábában látszik is az alma, ami a meghatározó jelképünk, illetve abban benne az újra jel. Azért nem mondom, hogy újra hasznosítás jele, mert az újrahasznosítás és az újrahasználat az nem ugyanaz. Az újrahasznosításban egy valamilyen tárgyból egy nyersanyag képződik a végén, míg az újrahasználat egy dolognak egy másik újrahasználatát jelenti. A kettő nem ugyanaz, nálunk mind a kettő nagy szerepet játszik, mind a kettőre külön hangsúlyt fektetünk. Ezért is az alapításkor Zoványi Kata, az alapítónk azért ezt a logót hozta létre, és azért tette bele ezt a jelet. Az A betű másik szárán, az a pici virág, az pedig nem más, mint az emberek. Az emberekből áll össze az a jelkép, amivel mi szerettük volna ezt a vállalkozást elindítani. És akkor itt van a szociális adományboltok, amit leginkább ismer mindenki. Ugye az újránál az egyik nagyon fontos szempont a föld erőforrásainak a kímélése. A másik oldalon, amiben mi nagyon jók vagyunk és rengeteget dolgozunk ezért, az a hulladék mennyiségének a csökkentése. Egy év alatt a két pici boltunk 116 000 kiló hulladékot dolgoz fel, és juttat el különböző helyekre. Ez azt gondolom, hogy óriás szám, és ez nagyon komoly erőforrást igényel a másik oldalon, mindennapi tevékenységet, mindennapi munkát. A környezetvédelem és tudatosság ott is megjelenik a munkánkban, hogy az árcímkéinket minden egyes termékről levesszük, és így következőre újra föltesszük, újra használjuk ezeket, amíg el nem használódnak szegények. Műanyag zacskókat begyűjtjük, nagyon szépen köszönjük, ha behozzák nekünk, ebbe adjuk oda a termékeket, néha igen, vennünk is kell, de próbálunk majd környezettudatosat venni, hogyha lesznek rá erőforrásaink, anyagi erőforrásaink. Kolléganőim, amikor még a vírus időszak előtt volt, mindenféle maradék anyagokból gyönyörű termékeket hoztak létre, táskákat, neszeszereket, különböző dolgokat. Lehet nálunk kapni most is talán még mosható arctisztító korongokat, amivel például a vatta vagy a más egyéb környezetszennyező korongokat lehet kiváltani. Nagyon sok célunkat még nem valósítottuk meg, még elkezdtük, de szeretnénk mindenképpen megvalósítani, és az egyik ilyen a gyerekeknek kiadott olyan füzet, amiben praktikákat szeretnénk megismertetni velük. Ez a praktika, ez pedig arról szólna, hogy igazából nagyon-nagyon sok olyan dolog van, ami pici dolog. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy nem fontos, de mégis a sok kicsi sokra megy alapon, ahogy a mi működésünk is megy. Mégis tehetünk valamit a környezetért, a környezetvédelemért. Ezekből szeretnék majd egy kosárral elmondani, amennyi ebbe a kis időbe belefér.
a tudatos környezetvédelemnek és a tudatos életnek, a tudatos vásárlásnak mindennek az az alapja, hogy tudjuk, hogy amit teszünk, annak milyen hatásai vannak és milyen következménye. Például nagyon sok esetben tapasztaljuk azt, hogyha valamelyik ruháról leszakad a gomb, vagy elszakad valahol, akkor félretesszük, nem használjuk, majd egy idő után azt mondjuk, hú, ezt már nem használtuk, és leadjuk adományba. Mi meg tudjuk ezt akkor varni, adott esetben oda tudjuk valakinek adni, aki ezt meg tudja csinálni, de hogyha mi magunk megcsinálnánk, akkor nem kéne új nadrágot vagy új felsőt venni, ez is egy kicsit az odafigyelésre praktika. Az odafigyelés praktikái közül én azt gondolom, hogy ilyeneket meg tudunk nézni, hogy van-e, nem tudom én, például ha a fűtésre gondolunk, van-e a fűtőtest előtt bútor, vagy az ablakokba esetleg szükséges-e valamilyen olyan anyag betétele, ami a húzatot bántja. Folyik-e a csapfogmosáskor, vagy a WC csöpöge, vagy nem is tudom, annyi mindent ki lehet találni. Én azt gondolom, hogy az interneten utána lehet nézni, ha valaki ezzel foglalkozik, ezer-ezer praktika van, és kell, hogy beillesszük a szokásrendszerünkbe. Az ökológiai lábnyoma az embernek az azt mutatja, hogy a számokban mutatja azt, hogy én mekkora teher vagyok a környezetem számára. Ezért fontos, hogy végig gondoljuk mondjuk azt a folyamatot, amikor leszakítunk egy almát a fáról, és megesszük. Hogy el tudjuk képzelni, hogy akkor mekkora az ökológiai lábnyomunk, vagy akkor, hogyha egy almát veszünk valamelyik nagy áruház polcairól, ami Spanyolországból pöfékelt ide Magyarországra. El tudjuk képzelni, végig tudjuk gondolni, és ez alapján is tudjuk meghatározni azt, hogy mit veszünk, és mikor mit eszünk. Az egészségünk szempontjából is fontos lenne az, ha a szezonálisakat választanánk. Van olyan, aki azt mondja, hogy hagyjuk. Nem lehet környezettudatosan élni ma Magyarországon, nincsen már még rá megfelelő környezet. Ha én például napelemmel akarok megsütni egy csirkét, az 3 napig tartana. Értem, megértem, és azt gondolom, hogyha nem is a csirkesütésre gondolunk napelemmel, hanem arra, hogy kicsi apró szokásokat beillesszünk és minden nap megtegyünk, akkor sokkal nagyobb eredményeket fogunk tudni majd elérni. Fontos az is, hogy mikor beszélünk ezekről az apró praktikákról, és kivel, a családon belül, vagy a munkahelyen. Nekem szerencsém van, mert a CLLD munkaszervezet vezetőjeként a városfejlesztésen vagyok, és oda be lehet hozni azokat a gondolatokat, ötleteket, praktikákat, amivel a városunkat zöldebbé tehetjük. Fontos például az is, hogy az elemeket tényleg ne dobjuk ki, hanem az elemgyűjtőbe tegyük. Fontos az is, hogyha megfogunk egy kupakot, akkor tudjuk, hogy ez a kupak, ez nem csak azt a célt szolgálja, hogy beledobjam egy kupakgyűjtőbe, amiből egyre több és több van a városban, aminek nagyon-nagyon örülök, hanem azt a szemléletet is elindítja, hogy igen, odafigyelek, tudatos vagyok, és a bűntudat helyett inkább cselekszem. Akármilyen apró dologról van szó, ezt már nem is győzöm hangsúlyozni. Ha megtapasztalom és megtanulom, akkor onnantól kezdve jobban fogom tudni felhasználni. Nem megyek bele, hogy milyen gyönyörűségeket lehet ez például a befőttes üvegekből csinálni, vagy milyen praktikusak azok a befőttes üvegek, amit egyszerűen csak fölcsavarozunk a plafonra, és úgy használjuk kamrába, műhelybe akár, hogy nem beszélek arról, hogy például varrókészletet hogy lehet tartani bennem, mert ezer és ezer és ezer praktika van. De arról igenis beszélni szeretnék, hogy az üvegekben vett mustár, ketchup és továbbiak környezetvédőbbek, mint hogyha palackba vesszük őket. A palackba vett ilyen jellegű termékek során a műanyagot nem lehet akárhányszor felhasználni, de az üveget igen. Nem tudom, hogy ezt például mindenki tudja-e. A nagyobb cégeknél jelen van a CSR vagy társadalmi felelősségvállalás. Ők képesek arra erőforrásban, hogy például újrahasznosított táskákat hozzanak létre. Aki úgy dönt, hogy nem vesz használtat, mert az nem annyira menő, akkor az vehet jó erőset és újonnan, és ezzel is védi a környezetet. Erre is oda érdemes figyelni. Arra is fontos, hogy érdemes figyelnünk, hogy meg lehet inni azt a csapvizet, rengeteg ország van a világon, aki nagyon örülne, ha olyan csapvize lehetne, mint nekünk, és hogy legyen mindig nálunk vagy pohár, vagy egy kis kulacs, amivel tudunk inni, és nem kell megvenni a különböző göngyöleget. Lehetne beszélni a lufiról, lehetne a Szilvia törlőkendő helyett a nem Szilviről beszélni, vagy lehetne arról, hogy a papírnak mind a két oldalára nyomtassunk, millió-millió dolgot sorolhatnék föl. Azt gondolom, hogy aki egy kicsit utána néz ezeknek a dolgoknak,
az már maga is meg fogja találni ezeket a praktikákat az interneten, vagy a baráti közösségekben. Gyöngyösön rengeteg olyan baráti közösség van, ami tudatosan segíti az embereket. Gondolok például nemrég alapult kosárközösségre, vagy itt vannak a környezettudatos anyák, vagy például csomagolásmentes bolt is van Gyöngyösön. Vagy olyan bolt az ajándékpont, ahol helyi termelőknek a termékeit tudjuk megvásárolni, és azt gondolom, hogy érdemes hozzájuk fordulni, és nekik a vásárlással segíteni a helyieket. Azt mondjuk, hogy a pici szokások minden egyes PPT tetején ezen is ott van fönt, hogyha minden nap csak egy szemetet fölvennék a földről, ha minden nap megennék egy almát, és hogyha minden nap tennék egy önzetlen jó cselekedet valaki felé, akkor már szebb lenne a világ. Egyrészt szebb lenne, vagy környezettudatosabb lenne, a másik oldalon másoknak segítve, másoknak is segítenénk, illetve a saját egészségünkért is tennénk. Próbáltunk sok mindent kitalálni azért, hogy például a környezettudatos pelust behozzuk a gyöngyösi forgalomba, hiszen egy gyermek 6000 pelust is elhasznál, mire szobatiszta lesz. Ez a kezdeményezésünk egyelőre nem volt sikeres, de meg fogjuk tenni a továbbiakban is azt, hogy mi az, amivel esetleg sikereket tudunk elérni, mi az, amire igény is van, és mi az, amit szeretettel fognak tudni az emberek. Beszélhetnénk az ételpazarlásról, beszélhetnénk arról, hogy mit jelent, ha csak szálas teát veszek mondjuk a filteres helyett. Azt gondolom, hogy nem érdemes, de tudnunk érdemes, hogy ezekben is vannak olyan pici apró dolgok, amivel ha szokással tesszük, ha minden nap szokása ott van, akkor sok eredményt tudunk elérni. Nagyon szépen köszönjük azt, hogy cégek hozzánk fordultak a maszkok készítése céljából, amikor a vírus időszakban segítségre szorultunk. A különböző maszkokat nem újra anyagokból készítettük, hanem új termékekből, de az a fajta hozzáállás, ahogy a helyi cégek segítették a másikat, példaértékű, és hálásan gondolok rá. Áprilisban induló szolgáltatásunk, a kincsfutár, látszik itt is ennek a divíziónak is, hogy ugyanazokból az elemekből építkezik, mint az almaviráglógó. Itt is az emberek vannak a központban, és egy olyan taxi szolgáltatás, ahol nagyobb csomagok mellett a telekocsi szolgáltatásunk is működni fog. Érdemes ránk figyelni, mert ez is egy környezettudatos kezdeményezésünk lesz. És ha már itt tartok, éveken keresztül nem mentünk autóval, nem vásároltunk autót, mert a helyi taxisokkal nagyon-nagyon jól lehetett együttműködni, és sokkal kevesebbe került taxival nagy bevásárolni egy hónapba párszor, mint tényleg autót fenntartani. Ezzel is esetleg érdemes elgondolkodni. Nagyon sok rendezvényünk is van az almavirágon belül, és szalonirodát is működtetünk, ahol nem kell egy valódi irodát fönntartani, hanem elég csak egy vagy két órára felszerelt irodát bérelni. Vagy olyan rendezvényeket is tartottunk, ahol a környezettudatosság, például a Mindenki karácsonyfája, egyszerre jelen volt az emberek életében, mint a környezetvédelmében. És utoljára, de messze nem utolsó sorban szeretném elmondani, hogy a vizuális és verbális környezetszennyezés ellen is nem tennünk kell ellene, hanem tennünk kell érte. És így az egyik nagyon fontos divíziója a cégünknek, amire nagyon büszke vagyok, az óriás virág, ami már nem csak Gyöngyösön, hanem Magyarországon is, és bizony több európai országban is megjelent. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Köszönöm, hogy beszélhettem ezekről a gondolatokról egy pár szót. Megtalálnak minket a különböző közösségi portálon, honlapunkon, és minden olyan gyöngyösi és környezőközségben lévő kezdeményezésben, ahol tehetünk egymásért.